Ha az utóbbi 10 esztendőt nézzük, akkor a Bonafarm csoport az ország legnagyobb mezőgazdasági vállalatává nőtte ki magát. Hogyha értékeljük ezt az időszakot, akkor hogyan tennénk meg? Gyakorlatilag 10 éve belevágtunk egy nagy beruházási ciklusba, és bár régen elkezdtük, az igazság még nem értünk a végére. Most is nagy beruházások közepette állunk, 4 nagy kocatelepet építünk, ami a sertés integrációnak nekünk gyakorlatilag egérincét fogja adni. Itt fogjuk előállítani azokat a malacokat, akiket aztán integrációs partnerekhez fogunk kihelyezni hízlalásra. És amit ugye a tavaly átadott Mohácsi Vágóhídon tervezünk levágni. Összességében ezek a beruházások azért nem olyan egyszerűek. Egyrészt a kivitelezési árak is folyamatosan emelkednek. Másrészt ugye közben a folyamatos termelést azt meg kellett oldani. Tehát amíg a kocatelepeket építjük, addig nekünk külföldről kellett malacokat venni. És ezt azért meg kellett szervezni, pénzügyileg sem olyan előnyös, mint nyilván saját telepen előállítani. És hát ami a feldolgozást illeti, ugye ott is a vágóhidat sikerült megépíteni, 100%-os kapacitáson működik, hogyha nem fölötte. Technikailag hozza ugyanaz azokat a naturáliákat, amiket terveztünk, tehát úgy működik minden, ahogy annak kell. Ott pedig a sertéspest is a keleti piacokat bezárta, és amiatt egy jelentős eredménykieséssel kellett számolni tavaly is, meg idén is nekünk, ami ugyan reméljük, hogy átmeneti, de nem egy éves, hanem ilyen 3-4 éves átmeneti időre, de mégiscsak azt is finanszírozni kell. Összességében továbbra is beruházunk, azt kell mondjam, mindezen nehézségek ellenére el kell fogadni, hogy sajnos egy év alatt nem lehet a mezőgazdaságban eredményt értékelni. Hosszú távra tervezünk, most leginkább az élelmiszeriparnak a modernizációjára fogjuk fektetni a hangsúlyt. Szegeden továbbra is tervezzük egy új szárazáru üzem építését, hogyha az jól sikerül, akkor hentesáru építését, és hát ahogy a hírekben lehetett olvasni, ugye a sertésen kívül a Baromfi üzletágba is beszálltunk, Szentesen ugye a Hungerit ZRT-t vettük meg, az sem azért, hogy így működjön tovább, ahogy megvettük, hanem mert ott is jelentős beruházásokra kell számítani. Mind vágóhíd, mind panírüzem tekintetében saját csirkenevelő telepeket tervezünk építeni, úgyhogy annak ellenére, hogy régen kezdtük a beruházást, és nem könnyű a közepe, ennek ellenére tovább tervezzük ezen az úton menni. Hány embernek ad a Bonafarm csoport munkát direktbe és indirekt módon? Ha jól tudom, akkor most körülbelül olyan 6600 körül közvetlen a Bonafarm csoport létszáma. A Hungerit ZRT és a Kitével együtt ez azért olyan 3000 körülivel emelkedik, ami nem közvetlen Bonafarm csoport tag, de stratégiai partnerünk. Így azért már elérjük közel a 10 000 munkavállalót. Hogyha nézzük itt az Európai Uniós támogatásokat, illetve ezeknek a támogatásoknak az igénybe vételi lehetőségét, akkor mit tud elmondani róla? Minden ágazatbeli szereplőnek, a mi partnereinknek is azt javaslom, hogy annak ellenére, hogy egy nehezedő gazdasági környezetre számítunk, körülbelül 2020-tól valamelyest emelkedni fognak a kamatok, és ugye a bér emelkedéssel mindenkinek, meg az energiaár emelkedéssel minden üzletben dolgozó versenytársunk az szembesült. Ennek ellenére ezt hosszú távon csak előre meneküléssel lehet túlélni. Ki kell nőni a költségeket, hatékonyságot kell javítani minden ágazatban, és ezeket a beruházásokat folytatni kell, és minden létező megtermelt eredményt azt vissza kell fektetni a gazdálkodásba és fejleszteni.